A polgármesteri hivatal tanácskozó termébe várták a Sátor aljaújhelyi civil szervezetek képviselőit, ahol a város polgármestere adott tájékoztatást a következő évek fejlesztési elképzeléseiről. De ez a délután az információk átadásán túl arra is alkalmat adott, hogy a civil szervezetek megosszák jövőre irányuló elképzeléseiket a város vezetőivel. Örültem annak, hogy a meghívott civil szervezetek jó egyharmada jelen volt a megbeszélésen, bár én azért azt reméltem, hogy többen tisztelik meg a programot. Azt kértem a szervezetek vezetőitől, delegáltjaitól, hogy a következő közgyűlésen, a következő összejövetelen legyen egy napirendi pont, szálljanak rá egy fél órát, egy órát, hogy van-e valami külön javaslatuk, ötletük, elképzelésük a következő évtizedével kapcsolatban Sátoraljaújhelynek. A találkozó jelentőségét adta az is, hogy minél többen válnak részesévé a programalkotásnak, annál inkább érezhetik magukénak Sátoraljaújhely polgárai és szervezetei a fejlesztéseket. Látható, hogy már itt is jöttek a javaslatok, a civil szervezetekre vonatkozóan, rendezvény központokra vonatkozóan, a tömegsporttal, az ifjúsági sporttal kapcsolatosan, úgyhogy van miből meríteni, hál' Istennek nem szűkölködünk elképzelésekben. A találkozó elősegítette, hogy ez a 10 éves városfejlesztési koncepció, amely az idén készül, minél teljesebb legyen.